a piros sarokba. Hiszen a piros sarokban Faragó Róbert, Budapest Poli Sport Egyesület. Budapestről Faragó Róbert. És szólítom a kék sarokba. Hegyi Barnabás, Vasas Süllős Box Club. És a kék sarokban a csemege miatt már itt is van Hegyi Barnabás, a Vasas Süllős öklözője, a tavalyi bajnok 75 kg-ban. Hát ezért mondtam, hogy csemege lesz az utolsó 75 kg-os csörte. Itt van Barátság Szent, a bunyó meg sértetetlen. Tehát piros sarokban Faragó Róbert, Szorítóban. Kék sarokban Hegyi Barnabás, Szorítóban pedig jön az első menet. Akkor hajrá, fiúk! Piros sarokban Faragó, kék sarokban Hegyi. A bajnok, a regnáló bajnok, 75 kg-ban. Tisztelet megvan Faragó részéről, nagyon zárt és szoros kettős fedezékkel hátrál egyelőre Hegyi elől. Hegyi próbálja a rést keresni, azt a kutyafáját, ezt egy egész csattanos ütésre sikerült megtalálni. Hát igen, és ott már meg is villant a bal kéz, egy bal csapott, sőt több bal csapott is volt, valami azt súgja, hogy ez lehet, hogy nem fog végigmenni. Bár nem vagyok egy Nostradamus, de egész komoly érzésem van. Faragó becsületére legyen mondva, hogy nem egy feltartott keze csatába, hanem szoros kettős fedezékkel. Hát kérdés, hogy mikor villan meg Hegyinek megint a keze. Hát egy jobb felütéssel próbálkozott volna Faragó, de nem. Ez a bal egyenes is elkerült a Hegyit. Csak éppen, hogy hozzáért. Na lássuk a medvét. Testütéseket, most már a harmadikat helyezi el Hegyi. És ennyi volt. Kevesebb, nem tudom, egy perc volt, vagy talán kettő, esetleg. Óriási volt az erőfölény, meg bármilyen fölény a regnáló bajnok Hegyi Barnabás javára. Ezt emiatt is dobta be Faragó Róbert mester a töröl között, meg akart előzni egy, hát, komolyabb verést, nevezzük így. Ott vannak a felek. Számtalanul fiatal mindkét öklöző, szép jövő állhat előttük. Ha maradnak ennél a csodálatos sportágnál, várunk a hivatalos ítéletre. Mielőtt fölmennénk a 81 kg-os tisztelt hölgyeim és uraim, piros sarok edzője. Na akkor essünk is túl rajta. A kék sarokban Hegyi Barnabás, Vasas Süllős Box Club. A győztes Hegyi Barnabás. Hát nem nagyon kellett megizadni egyik fiúnak se. Legalább nem zuhanyozzák el a többiek elől a melegvizet itt a Madárfészek Akadémián.